Elfogadta a Szenátus a nem járulék alapú úgynevezett különnyugdíjakat szabályozó törvényeket módosító tervezetet. A plénumban heves vita zajlott. Csak nem vágni lehetett a feszültséget a külön nyugdíjakat szabályozó törvényeket módosító tervezet kapcsán. A szavazást megelőző vita alatt az ellenzéki úszérő szenátorai morinókat helyeztek ki, amelyeken egyebek mellett az állt, hogy elveszítjük a helyreállítási tervbe foglalt pénzt, illetve hogy a speciális nyugdíjakat is el kell törölni. A kormány által beterjesztett jogszabályjavaslat végül 79 támogató és 37 elutasító szavazatot kapott. A legfontosabb előírások között szerepel, hogy tilos a külön nyugdíj felhalmozása, azaz, ha valaki két egységnél szolgált, nem részesülhet két külön juttatásban. A 2000 lej alatti külön nyugdíjak továbbra is adómentesek maradnak, egészen a mindenkori átlagbérig, amelyre 10, az ezt meghaladó összegre pedig 15%-os adót vetnek ki. A hadügyben szolgáló nyugdíjasok esetében kivettek 5 típusú pótlékot, amelyet eddig beleszámítottak a nyugdíjak számításakor. Nem lehet senkinek a nyugdíja nagyobb, mint amennyi a fizetése volt. Néhány törvényi kiskaput kihasználva olyan rendellenességek voltak, hogy gyakran a nyugdíj nagyobb volt, mint a fizetés, hiszen ezeket úgy számították ki, hogy az utolsó évben levő jövedelmekhez képest számították. És a jövedelem azért nem egyenlő a fizetéssel, hiszen ott vannak még különböző állandó vagy nem állandó jellegű juttatások, amelyeket mindeddig beszámították akkor, amikor a nyugdíjat számolták ki. Most ez a lehetőség is megszűnik. A tervezet indoklásában egyébként emlékeztetőül szolgál, hogy a külön nyugdíjakra fordított állami kiadások csökkentését célzó jogszabály elfogadása az országos helyreállítási terv egyik mérföldköve, amelyet teljesíteni kell ahhoz, hogy Románia ne essen el jelentős uniós alapoktól. A jogszabály kapcsán a végső döntést a képviselőház hozza majd meg.